gólpasszokat is osztogatott. Hát itt vagyunk a 12. fordulóban, de ugye még csak 11 meccset játszottunk, megvan az első gólod. Hogyan emlékszel vissza? Először is nagyon örültem, de volt már nagyon szerettem volna gólt szerezni. Több lehetőségem is volt eddig a 11. fordulóban. Most jött össze, remélem, hogy ez egy gátszakít is ezt követően, de gyakrabban fognak jönni a gólok. Kaptam egy jó labdát a Jovanovistól, és mondhatni, hogy ez az egyik kedvenc pozíciómból sikerült kapura tekerni a labdát. Megkapott az egyik védőn, és hát vétetetlenül az igazából a hálóban, nem voltam esély a kapusnak, nem voltam egy jelenet. Hát főképp azért, mert nagyon fontos három pont, hogy a 17. pozícióban álltunk a fordulót követően, most nem tudom, hogy ezzel mennyit sikerült előre lépnünk, de nagyon fontos három pont volt én. Kérdésetek is. Az egyenlítés után hogyan tudtátok a pályán helyre tenni a fejeket és tovább menni előre? Mi kijöttünk a második fél időre, azt beszéltük meg, hogy rá szeretnénk rúgni az 1-0-ra, hogy 2-0 legyen, és egy kicsit nyugodtabbak lehessünk, sajnos nem jött össze. Az Ajka egyre többet kockáztatott, sikerült egy szögletet követően gólt szerezniük, de úgy érzem, hogy egy-egyet követően talán mentálisan mi jöttünk ki ebből jobban, és sikerült tényleg az, hogy a 89. percben sikerült megszerezünk a győztes gólt, ez ezt is mutatja, hogy tényleg sikerült mindent oda tenni, és nagyon szerettük volna tőle ezt a három pontot.